Személyes döntés. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat, szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? Róma beliekhez írt levél 6. fejezet, 16. vers. Amikor gyerekek voltunk, több olyan játékot is játszottunk, amiben választani kellett. Választani kellett, a körben áll egy kislányka, a hegyek völgyek között zakatol a vonat, később a biciklizés vagy a foci között. Ez mindig izgalommal járt, mert jó választást akartunk csinálni. Később megismertem, hogy folyton válaszút előtt állunk, és választani, dönteni kell. A mai ige is arról szól, hogy a te döntésed, hogy kit választasz. Már korán reggel, szinte még kómában döntened kell arról, hogy kit szolgálsz. A bűnt, akkor a vége halál lesz. Ha Istennek engedelmeskedsz, az eredménye örök élet. Nem elég az, ha csupán reflexzerűen azt mondod, hogy az Urat választod. Választásodnak tükröződnie kell abban, ahogy a napod véget ér. Több elágazáshoz, döntési helyzetbe fogsz jutni. Ezeknek a döntéseknek úgy kell megszületniük, hogy a Biblia szemüvegén, szemléletén keresztül nézed a dolgokat, és ezek alapján döntesz helyesen. Jézus beszélt azokról, akik azt mondják, Uram, Uram, de nem cselekszik Isten akaratát. Ne ezt az utat járd. Nem gondolnám, hogy bármelyikünk elég bölcsességgel és erős akarattal rendelkezne, hogy mindig helyes döntéseket hozzon. Ezért szükségünk van, hogy imában forduljunk Jézushoz, hogy adjon helyes látást és elég erőt a jó döntésekhez. Az ő válasza már kész. Minden, amit nékem ad az Atya, én hozzám jön, és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. János evangélium a 6. fejezet, 37. vers.